igazából miért érdekes most Beregszász nektek? Mi történhet Beregszászba? Mi az utodnak az egyik fő célja? Hát a mostani utamnak üzleti célja van. A korábbi időszakban inkább ilyen város kapcsolatok építésén munkálkodtam, mint Vásárosnami volt polgármestere. Mostanában üzleti, kimondottan üzleti célból járok át. Én azt látom, hogy nagyon komoly lehetősége van elsősorban a kárpátaljai résznek, ahhoz, hogy egy intenzívebb, egy lényegesebb fejlődés kezdődjön el. Ehhez egyébként források is úgy tűnik, hogy rendelkezésre állnak. A Magyarország állami forrásokat biztosít itt a Kárpátalján vállalkozás fejlesztésre, és ezen a területen van egy olyan vállalkozásom, ahol már több éve ezen a területen dolgozik. Tehát magyarul lehetőségeket keresünk abban, hogy tudjunk segíteni itteni helyi vállalkozásoknak, hogy a forrás megszerzésben, adott esetben a vállalkozási elképzelésük megvalósításában. Üzleti utamnak ez az egyik célja, a másik, hogy tervezünk egy olyan szolgáltatóiroda nyitását itt Beregszászban, ami munkaerő közvetítéssel foglalkozik. Adott esetben az itteni munkanélküliséget csökkentve, és hát jobb lehetőségeket biztosítva talán, mint amit most jelenleg elérnek az itt élők. Ha megtudnak erről a lehetőségről valamit az emberek, az üzletemberek, ez igazából milyen címen futna? Tehát konkrétan arról van szó, hogy a magyar állam egy 30 milliárdos keretet fog nyitni az elkövetkezendő időben, kimondottan a kárpátaljai vállalkozások fejlesztésére. Aminek nyilván egy lényeges célja, vagy egyik célja, hogy a itteni vállalkozások jobb körülménye, jobb technológiával dolgozzanak, a jobb munkalehetőségeket hozzanak létre, vagy adott esetben többlet munkalehetőséget hozzanak létre. Ez a program, ez nem sokára el fog kezdődni. A mi szolgáltatásunk azt célozza, hogy azokat a vállalkozásokat felkészítsük, akik esetleg erre igényt tartanak, hogy lehet ezekhez a forrásokhoz hozzájutni, hogy lehet pályázatot elkészíteni, hogy lehet programot megtervezni, hogy lehet mondjuk a finanszírozási hátteret megteremteni, hogy lehet lebonyolítani, megvalósítani, és hogy lehet elszámolni ezekkel a forrásokkal, ami a vállalkozások, nem, azt gondolom, hogy nem minden vállalkozás készült föl erre, mert nem ez az elsődleges feladatuk, ők végzik a saját munkájukat, és nyilván nem ezen a területen tájékozottak. Na most ebben van nekünk több éves magyarországi tapasztalatunk, és ezért szeretnénk mondjuk itt is ilyen jellegű szolgáltatást nyújtani. Tehát, ha Beregszászban meg lesz az iroda, meg lesz a hely, tudunk még egyszer találkozni és bemutatni, hogy itt vagyunk? Nagyon szépen köszönnénk, hogyha ezt a lehetőséget megkapnánk, mert az eredmény az kölcsönös. Nyilván nekünk üzleti megfontolásunk van, de azoknak a vállalkozóknak is eredményt produkálhatunk, vagy segíthetünk az eredményt elérni, akik hozzánk fordulnak, tehát azt gondolom, hogy kölcsönös érdek, hogy a mi üzleti érdekünk is, és az ő érdekük is, üzleti érdekük találkozzon.